Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Azt gondolom, igen sokan tudják már, de aki nem tudja, annak jó hír, hogy természetesen ebben az esztendőben is lesz operettfesztivál, méghozzá a 7. Nemzetközi Operettfesztivál, amelyet ezúttal is a Petőfi Színház rendez. Stúdiónk vendége Kellérné Egressy Zsuzsanna, kreatív igazgató, a színház általános igazgató helyettese. Köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt a sok titulus lassan nehezebb már kimondani, és hosszabb, mint a programod, de azért nem. A program az hosszú, mert sok minden van. Ugye, ha jól emlékszem, akkor tavaly az egész fesztivál úgy kezdődött, hogy felmentünk a várba, és onnan lesétáltunk. Igen sok ember nézelődött ott körülöttünk, és tapsolta a produkciókat, hol egy erkélyről szólalt meg valaki, hol lent. Ez is így lesz most idén, csak mégis nem onnan indultok, hanem máshonnan. Igen, tavaly egy különleges helyszín volt a vár, ugye már a megújuló vár terét, a Szent Háromság teret kaptuk meg, és most úgy gondoltuk, egy picit visszaintegrálódunk a belvárosba, és Szent Imre térről indul ez a nagyszabású nyitó ceremónia felvonulása. Ez ugye 7. éves a Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál, és már megszokhatták a kedves nézők, és várják is, hogy együtt vonuljunk ugyanolyan nagy attrakciókkal, óriás bábokkal, lovaskocsival, természetesen zenés produkciókkal, cirkuszművészettel a Szent Imre téren, és akkor felvonulás közben pedig meglepetés megállókkal, ahogy minden évben is volt, most is lesznek különleges veszprémi erkélyeken, különlegesen megszólaló operett dallamok, úgyhogy érdemes velünk tartani. Ez egy nagy attrakciója a fesztivál nyitónak. Mielőtt tovább is azért, bocsáss meg, szerintem a kiindulási pontot magyarázd, hogy hol van. Ez egy nem annyira megszokott helyszín még név alapján. Név alapján nem, de a veszprémiek számára viszont igen, ugye ez teljesen a belváros, Kossuth utca teteje, Bástya üzletház előtti Szökőkutas tér, természetesen most azért, mert nagyon nagy az érdeklődés mindig erre a nyitó ceremóniára, ezért most Szökőkút nem fog üzemelni, hogy ott is tudjanak a nézők várni. Van egy lépcső, és ugye Szent Imre szobra is ott van fent a lépcső felett, és a lépcső teteje szolgál majd a színpadként, és alatta tudnak a nézők elhelyezkedni, és velünk együtt vonulni végig a Kossuth utcán, az erkélyeket érintve a színház kertbe érkezünk, ahol már egy nagyon különleges előadás várja majd az érdeklődőket. Ugye ennek a fesztiválnak most is van ötletgazdája, kitalálója, van egy csapat gondom, aki ebbe persze kreatívan részt vesz, és van művészeti vezetője. Ez most hogyan alakul? Művészeti vezetője, ugye most 7. éves a fesztivál, az elejétől fogva Keller János, aki a Székesfehérvári Vörös Marti Színház művész, és számtalan operettben játszott, és ugye gondolkodva együtt, hogy hogy lehet az operett műfajt magas szintre emelni, ő együtt dolgozott Rátonyi Róberttel itt Veszprémben, nagyon fontos neki a maga az operett műfaj, számos operettben szerepelt, már mindenféle szerepkörben, tehát te a Bombiben. Te is dolgoztál egyébként a művész úrra, nem? Én is, igen, szép igen. Volt, hát pont akkor érkeztem egyébként, amikor még ő egy picit itt volt, tehát volt szerencsém diákként találkozni vele Veszprémben. Diákként találkoztatok? Igen. Tehát középiskolás voltam, amikor az veszprémi utcákon mi találkoztunk, és aztán a színházban is, ugye én akkor statisztálgattam, úgyhogy tényleg egy meghatározó élmény az az embernek, és ezért is fontos, hogy róla neveztük el ezt a fesztivált, hogy volt egy a műfaj kiemelkedő csillaga, aki azért az életének utolsó szakaszában itt dolgozott Veszprémben. És én azt gondolom, hogy ez méltó dolog, hogy egy ilyen fesztivált Veszprém városa foglal össze és ölel át. És most kiemelt fesztivál. Hát kiemelt fesztivál a városban is, de kiemelt lett az emberek életében is. Ehhez igazítják már a szabadságokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy most elértük már 7. évre azt a szintet, hogy tényleg fontos, már most országosan mindenki tudja, a Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál, akkor június vége, ide kell jönni. Gondolkodtál rajta, hogy mitől lett ez ilyen sikeres? Ugye a műfaj az operett, de itt nem csak az van, hanem azért itt sok mindennel kiegészül ez, hiszen ebben cirkuszművészet épp úgy van, mint táncművészet, gasztronómia, és még sorolhatnánk. Ugye, ami számomra nagyon fontos, és egy picit, csak egy nagyon picit visszaugrom áprilisra, hogy a 7. Lélektől Lélekig Színház Gyógyító Erejének fesztiválja van, ami abszolút belőlem, az agyamból, a csírákból jött, és született meg, és 7 éves, és szintén kiemelt fesztivál. És hogy annak a sikerén is gondolkodva, hogy miért vágynak ennyire az ember,
emberek, sok mindent megfogalmazhatunk, de az operett műfaja maga ugye a magyar virtus, a hungarikum műfaj, ez minden magyar embernek egy fontos műfaj, hiszen nincs olyan a világon olyan óra, hogy például ne csendüljen fel, vagy nincs olyan óra, hogy a világon valahol ne csendüljen fel, például a Csárdás királynőből egy dallam. Tehát nagyon népszerű műfaj, nagyon befogadható, hogy ez operett, azaz operácska, tehát hogy azért ezt komoly szinten is művelik, és úgy is kell, tehát magas színvonalra kell emelni. És meg az, hát nagyszerű alkotóink vannak, tehát azért így van, Lehár Ferenctől kezdve hát, sokat sütelsorolhatnánk. A szerzők, a magyar szerzők ugye hát világhírűek és kiemelkedőek, illetve amit mondtál, hogy ez nem csak arról szól, hogy színezi előadásokat mutatunk be a műfajból kiemelkedő színezi előadásokat, hanem összművészeti fesztivállát tettük, tehát megjelenik a képzőművészet, a zene, a tánc, és természetesen a színházi előadások, szakmai programok, életutak, beszélgetések, megjelennek Veszprémben a műfaj nagyjai, az országosan ismert és elismert, most már a nemzetközi nagyjai is, illetve, ami még nagyon fontos, hogy családi fesztivál lett. Tehát nincs az, hogy csak a felnőttek tudnak jönni, ide el lehet indulni kora délután, és mindenki megtalálja, minden korosztálynak kínálunk programot, és ez a lényege, hogy tartsuk egybe a családokat így június végén, és érezzék magukat nagyon jól úgy, hogy közben megismerkedhetnek már a legkisebbek is ezzel a különleges műfajjal, az operettel, ami a magyaroké és a miénk, és a szívünkben meg a lábunkban van. A kreatív igazgató találja ki, hogy mikor mi lesz? A művészeti vezető ugye szakmai programokat, én inkább azt próbálom koordinálni, hogy ez minél színesebb legyen, minél sokszínűbb, minél több mindenki tudjon megszólítani, de természetesen szakmailag hagyatkozva a szakemberekre, igazgató úr is nagyon nagy szerepet vállal ebben, ugye kapcsolati tökét bevetve, és minden egyéb mással. Hát most az idén meg aztán kiemelkedően, hiszen lesz egy saját bemutatója is a fesztiválnak, ami bekerül a jövő évad bérletes kínálatában, ez a Mágnes Miska, mit igazgató rendez. Azért az előbb azt gondoltam, hogy te rongyos életet fogod mondani, de aztán rájöttem, hogy itteni előadást akartál mondani, hogy azért a te rongyos életet muszáj megemlíteni, hiszen azért ugye ez egy nemzetközi fesztivál, itt most azért a New York-i Magyar Színház érkezik, lesz vietnámi előadó is, és tudom, hogy ha most akarnánk, te végigmennél, hogy ez lesz csütörtök este, péntek, szombat, vasárnap, de én azt javaslom a kedves nézőknek, hogy nézzék meg a színház honlapján, minden fent van, hogy mikor, hány órakor van. Szerintem inkább emeljünk ki dolgokat, mert azért van mit, hát rengeteg dolog van, lehet, hogy a végére se érünk egyébként. Igen, hogyha kiemelted a New York-iakat, ja, minden évben van egy vendégvárosunk. Tavaly Székesfehérvár volt, előtte Békés Csaba. Nagyon fontos most nekünk. Most New York. És ezt viccesen a kollégák mondták is, hogy pont akik a protokollal foglalkoznak, hogy mi meghívtuk az adott város vezetőit, hogy most kiket hívjunk New Yorkból. Hát természetesen, ami nagyon fontos nekünk, hogy a New York-i Magyar Színház jön ide, és ők az operett műfajával foglalkoznak. Hogy tényleg ez egy fantasztikus dolog, most hogy megjelenek. Most kimondottan erre a fesztiválra hozzák ezt a darabot? Hát ezt a darabot kimondottam most erre a fesztiválra hozzák, de egyébként ők sokat vannak Magyarországon, picit két laki életet is élnek, van egy bázisuk itt Magyarországon, de most a mi meghívásunkra érkeznek ide a fesztivál, és nagyon nagy örömmel fogadták, úgyhogy én nagyon buzdítok mindenkit, hogy jöjjenek el, mert érdekes az, amit ők, és amilyen felfogásban nyilván ők a magyar virtust, mert aki így ilyen távol van a hazájától, mert azért magyar emberekről beszélünk, nekik mást jelent, és sokkal fontosabbá tud válni ez a műfaj. Ezt megfigyeltük akkor, amikor külföldre viszünk mondjuk operettet, és ezt a hungarikum műfaj. De amit még én kiemelnék, hogy ugye Csárdás királynő tavalyi fesztiválra készült bemutatónk volt, és hatalmas siker. Játszottuk az évadban is, ugye bérleteseknek. Éppen most pénteken volt belőle egy bérletszünetes előadás, és megint állva tapsoltak a nézők, ahogy már sok-sok előadáson keresztül. És hát láttuk, hogy tényleg fontos, azért a Csárdás királynőre mondják, hogy az operett műfaj legkiemelkedőbb alkotása, a királynője, ha lehet így mondani, és most mégis visszahozzuk úgy a fesztiválba, hogy soha nem látott módon. Ja, így is hirdetjük, hogy Csárdás királynő más kép, a más, itt most nem elírtuk, hogy más kép,
és mi nem tudjuk leírni, a hanem a... igen, Mészáros Árpád Zsolt, Bece neve is, ugye nevéből ez a rövidítés, és... Mert ő rendezi. Ő rendezte. És akkor most különleges. Igen, és mi így is mondtuk már végig a próba folyamat alatt tavaly, hogy másként fogjuk most bemutatni ezt, hiszen más a rendezőnk, viszont most bekerül a produkcióba nagyon különleges módon ő maga a rendező, és nem úgy, hogy valakitől átveszi a szerepet, hanem extra módon, extra tartalommal kerül be. Úgyhogy aki már látta a Csárdás királynőt nálunk, és van olyan kedves néző, pont pénteken szólított meg, hogy 9. alkalommal nézte pénteken, annyira a szívében lopta magát az előadásunk, de aki már látta akár egyszer is, na jó, nagyon hát a biztató. Játék is jó, a slágerek is benne, hát igen, ott csengenek az ember fülébe, úgyhogy azért ez nem akármilyen. És ugye élőzenés, nagy produkció, tehát aki már látta, jöjjön, mert az biztos, hogy olyat lát most, ami még soha nem volt, és soha nem is lesz többször. Ez egyedüli, egyszerű. Te már megnézted, láttad? Nem, tudom, hogy hova lesz, és milyen tartalommal lesz több. Én is akkor fogom egyszer, mert ez egyetlen egyszer lesz. Ugye ez lesz 20-án a nyitó ceremónia után. Úgyhogy ezt is mindenképpen kiemelném, ahogy mondtam, a saját bemutatónkat, a Mágnes Miskát, a Nemzetközi Operett Gálát is, ott ugye német nyelven, angol nyelven, magyar nyelven is megszólalnak operett művek, operett dalok, illetve természetesen lesznek olyanok, akik magyar nyelven, de például orosz származású, vagy ugye a vietnámi származású Longot is, hogyha említetjük, hogy tényleg sok színű lesz, de ami még nekem nyilván saját kicsit hazabeszélve, én nagyon szeretem, ha bemutatunk egy embert, és az ember lelkét, az, hogy hogy jutott oda, hova jutott, miért pont ezt választotta, ezt a hivatást, lesz két ilyen élet utat bemutató beszélgetés. Igen. Az édes élet. Ha kimondhatom, a, itt a cukrezda nevét, Sönnyi Cukrezda, aki együttműködő partnerünk ebben, és nagyon-nagyon jó helyszínt biztosít, és fontos volt nekünk, hogy Veszprém különböző területein is megjelenjen az Operett Fesztivál a programjaival. Tavaly, jól emlékszem, Drahuta Andrea és Esztergályos Cecília volt. Igen. Nem akármilyen sikerrel tegyük hozzá. Igen, igen. És most is különleges vendégeim lesznek, hiszen Szendi Szilviát nem kell bemutatni az operett műfajában, és az ő párja, Lőcsei Jenő, akit szintén csak egy másik alkotási folyamatnak a szakértője és a mestere, ő koreográfus. Számos operettet koreografált már, Szilvi meg számos operettnek a főszerepét énekelte, és játszotta már, úgyhogy az ő párosukkal fogunk beszélgetni, természetesen pici produkcióval, és egy kis interaktivitással a nézőknek, és ami elmaradhatatlan, ha a cukrászdában vagyunk, akkor operett gombolcokkal várjuk, reméljük, kánikula lesz, és ez a hűsítő fagylajt, ez majd jól esik a nézőknek. De ezt jó, hogy mondtad, hogy reméljük, hogy kánikula lesz, mert azért az idei esztendőben már sok mindent elmosott az eső. Van itt B-terv. Van, mindennek van eső helyszíne. Tehát nyilván a nagyszabású felvonulás nyitó ceremóniára nem tudunk, mert nem tudunk felvonulni több ezren, mert hála Istennek tényleg több ezres érdeklődés volt egy beltéren, úgyhogy azon kívül egyébként mindenek érdemes nézni majd a programokon, és aznap mindig előző este már, és itt szeretném nagyon kiemelni Kovács Győzöt, aki nekünk nagy segítségünk, és az időjárás felelőse a Veszprémi Petőfi Színházban, és ezúton is hálás szívvel köszönöm neki. Nyilván ő már egyeztet velünk előző este, de mi reggel hozunk egy döntést, és villogva fogjuk a honlapunkon és minden oldalunkon kitenni, hogy hol lesz megtartva az aznapi program és előadás, úgyhogy érdemes figyelni, igen, mi azonnal tájékoztatunk. Itt van egy másik újdonság, és ugye most van bérlet. És ezt a bérletet, ha jól emlékszem, mindenki úgy használhatja fel, hogy ő maga döntheti el, hogy még három előadást? Mi három előadást kell választani, akkor már extra kedvezmény. De eső esetén akkor mit csináltak? Mert hiszen, ha megvan, hogy ki hova akar menni, akkor, és valaki az utolsó percben azt mondja, hogy el akarok jönni, szóval ebből azért lehet nehézség. Igazából ezt nagyon jól kezeljük, és nagyon jól kezeli a program is. Tehát itt az a lényeg, hogyha három előadás, vagy három programpontot választ, a fizetős, mert ugye számos díjtalan programunk is van, ami regisztrációhoz kötött ugyan a férőhelyek szűkössége miatt, viszont ingyenes, de ha fizetősre választ háromra minimum, akkor egy jelentős kedvezményt kap. Az, hogy ő hogy választja, azt össze mindenkire rávízunk. De ott is regisztrálni kell, de akkor, persze, hogy lássátok. Persze, ott jegyet is kap érte, és ez lesz az három jegyből álló kvázi bérlete, ez a minimum, de természetesen ez lehet sokkal több is, hiszen
nagyon-nagyon sok programunk van. Valószínű, hogy minden teltházas lesz, főleg, hogyha jó idő van. Hát emlékszem, tavaly mi volt, hiszen mi ugye kamerával ott voltunk minden egyes helyszínen, és hát öröm volt nézni egyébként azt, hogy milyen felszabadult, milyen jókedvű volt mindenki, és hát tényleg ezért, azért tegyük hozzá, hogy az időjárás is azért nagy rész kegyes volt hozzátok. Károly atya, aki a Színházunk lelki vezetője, és majd megáldja a fesztivált a nyitónapon. Megint imádkozik érte. Igen, rá is bíztuk a jó Istenre is magunkat, de természetesen mondom, felkészültünk, hogyha lesz egy eső, akkor sem fogja a kedvünket szegni, és a nézőknek se szegje kedvét. És amint mondtál, hogy tényleg legyenek résen, mert vannak olyan előadások, most már a sajtótájékoztató után rögtön elindult a nagyon élénk érdeklődés, amikor részletes programot bejelentettük, majd szinte már tele vannak, főleg a nagy fő előadások, úgyhogy aki szeretne jönni, az még nagyon gyorsan tegye meg, hogy lecsap az utolsó jegyekre, mert tényleg nagyon fogynak, hála jó Istennek. Ugye, amikor beszélgetünk a fesztiválról, akkor legtöbbször a nagy dolgok jutnak eszünkbe. Száztagú cigányzenekar, kamarazenekar, a Mágnás Miska, és sorolhatnánk. De azért vannak benne úgymond, bocsánat, picit talán nem akkor nagy hírveréssel történő események, hogy mondjuk a Szegleti utcát át fogjátok keresztelni, talán Lehár Ference éppen, nem emlékszem most melyik a több szerző közül, aztán egy másikat is, és jön Horváth Péter és Horváth Emi, és ott majd egy kis ünnepséget is szerveznek. Ezeket ugye ezek ilyen kis színesítő dolgok, hogy sok minden nagy van, de közben bárhol megyünk, mindig van egy kicsi is. Igen, nagyon fontos volt, amit mondtam már ezelőbb, hogy egész Veszprémbe vigyük el, ugye erre van az operett vonat is, hogy vonatra ülünk, és a színészek élőben énekelnek, és visszük el a Veszprém minden pontjára az operettet, úgyhogy velünk is utazhatnak közben. Megy mindenhol a vonat, mindenhol, és közben megy, az operettek szól. Konferáljuk fel, aha, a dalokat, én ülök ott elő, felkonferálom, hátul a művészek énekelnek, és az utasok egy kocsiba még be tudnak ülni velünk utazni, illetve természetesen, aki nem fér fel a vonatra, nekik meg elvisszük oda, és operettől zeng majd Veszprém. Mint ez a versbusz, ahogy volt, igen, régen, csak igen. Ugye akkor Csabáék, Kőrsi Csabáék verseket mondtak, igen, most akkor ugye itt énekek jönnek. Igen, ez egy hagyományos jelleggel, ugye mi a pandémiában ezt nagyon sokszor csináltuk, meg vittük házhoz a színházat, vittük kis busszal is, vonattal is, de ez az operett vonat most már klasszikus lett itt a fesztiválunkon. Illetve, ami a Jánosnak nagyon fontos volt, hogy olyan szerzőkről is emlékezzünk meg, és méltó módon tisztelegünk előttük, akiket nem biztos, hogy annyira ismernek. És ilyen lesz ez a tér és utcaavató is, illetve most egy udvaravató, mert Gizella udvar lesz csak a fesztivál idejére átnevezve, ebből volt néhány bonyodalom a tavalyi években, igen, hogy most akkor nem így fogják hívni ezt az utcát, ez egy ez játék. Kétségbeestek. Igen, ez egy játék, a fesztivál ideje alatt lesz ez, és természetesen fennmarad az eredeti utcatábla is, a Szegleti utcán is, és a Gizella udvaron is, csak mi most a fesztivál ideje alatt szeretnénk, ha ott megjelenne egy műsor keretében maga az alkotó, a szerző, a személye, és az ő szerzeményeiből adnak elő élő zenei kísérettel majd Horváth Elemér Emi és Horváth Péter segítségével a színészek gyönyörű melódiákat. És mi lesz Lata Bárné fiával? Lata Bárné fiát Peller Károly hozzá nekünk. Ugye fontos az, hogy nagyon szórakoztató, nagyon felemelő, mint a magyar virtus, hogy legyen ez egy töltő jellegű fesztivál. Azért a Lata Bárné fia előadásnak van súlya is, és azért vannak olyan történetek, amelyeket muszáj megmutatni. Ez is egy ilyen különleges előadás, különlegesként járja az országot vele már Peller Károly egy ideje. És igazából különleges helyszínen, és nem most a színházban. Különleges helyszínen. Igen, a Petőfi nézőpontunk, a megújult gyönyörű épületünk, a hatalmas próbaterme, amit most már fesztiválok idején használunk közönségforgalmi területként is, úgyhogy várjuk oda szeretettel erre a tényleg nem megszokott előadásra a nézőket, és hát Peller Károly személyét sem kell ugye nem nagyon kell bemutatni, igen, és az operett műfajhoz ő is nagyon szervesen kapcsolódik. Mondtad, és nagyon fontosnak is tartottad a családi jelleget. Ugye ebben anyukák, apukák és gyerekek vannak, tehát gondoltatok rájuk is. Ha jól emlékszem, tavaly talán még rajzverseny is volt. Igen. Idén? Idén is lesz. Mindenképpen. Mit kell lerajzolni? Minden gyermek óvodáskortól középiskola végéig a saját magáltal elképzelt Mágnás Miskát, a lovász fiút.
Úgyhogy ez a fantáziára bízunk. Tavaly Csádás királynő volt, elképesztő. Lehet, hogy meg is nézik ennek kapcsán. Persze, biztos, hogy megnézik. Meg lehet, hogy mesél a szülő a gyereknek a történetről, mielőtt rajzol, hogy az óvónéni, vagy a tanítónéni. Nagyon-nagyon jó, és nagyon kreatív dolog. Na, itt van az én kreativitásom, egyébként a programok szakmaiságát, azt a Jánosék teszik össze, leginkább ugye János, de hogy én nekem viszont nagyon fontos, hogy mozgassuk meg a családokat, a gyerekeket, és a gyerekek fantáziáját és képzeleterejét. Hihetetlen, hogy milyen kis művek és munkák születnek, és nagyon jó, hogy mindenkinek van erről, akár erről is olyan gondolata, amit aztán papírra vetve nagyon jó nekünk, befogadóknak is nézegetni, és természetesen ki más lenne ennek a zsűrijének az elnöke, mint maga Mágnás Miska, Lukács Dániel, aki majd alakítja a mi előadásunkba Misket. Pörgetem magam előtt a programot, hogy mit hagytunk ki, és eszembe jutott, ha már gyerekek, és ha jól emlékszem, akkor a Bújtor játékszínben bábszínház is lesz. Igen, lesz az Irano Színháznak egy bábjátéka, ami tematikusan azért kapcsolódik a fesztiválunkhoz, de ami nagyon fontos, hogy végig a fesztivál ideje alatt, 21-én nyitjuk a Gyermek Szigetet, ami azt jelenti, hogy ugye működik nálunk egy Petőfi Fiú Akadémia, és Petőfi Fiú akadémisták segítségével kézműves foglalkozások lesznek egész nap, illetve egy különleges vidámparkkal is várjuk a gyerekeket és a családot. Gasztroperett is megjelenik a kertben, ami azt jelenti, hogy számos nagyon finom étel-ital kínálat várja majd az odalátogatókat, tehát tényleg érdemes lejönni kora délután, és hajnalig tartó programot talál mindenki, úgy, hogyha megszomjazik, megéhezik, akkor sem lesz bajban. Ugye a helyszíneket már említettük jó néhányat, hát eleve vannak nagyon-nagyon szép helyszínek, talán kezdjük a színházzal belül, mert gyönyörű a színház, de a színház kert is, és tavaly is, ahogy ezt feldíszítettétek, ahogy megcsináltatok, az nagyon szép. Ugye itt azért lesznek akusztikus koncertek, lesz néptánc, lesz talán még késő esti előadás után még néptánc tanítás is. Igen, táncházzal is várjuk. Táncház? Igen. Nem tudom, ez hogy lehet bírni reggeltől estig a nézőknek. Eresküdtük, a nézők meg ezt nagyon szeretik, ugye van a cserélődő nézők is, de azért az is nagyon jó érzés, hogy van olyan néző, aki bizony az első nap első programjától, az utolsó nap utolsó programjáig, és itt van velünk, és nagyon fontos, hogy nagyon sok Veszprémium, de kiemelten fontossá vált az is, hogy a szomszédos vármegyékből, Budapestről nagyon sokan érkeznek, és határon túlról is. Ugye tényleg egy nemzetközi fesztivál, nemzetközi közönséggel, már mondhatom így, de nagyon fontos, hogy tudjunk adni mindenkinek, és mindenki találjon magának megfelelőt, úgyhogy tényleg egy tartalmas, színes, gazdag programsorozatot kínálunk most június végén a 7. Veszprémi Rátonyi Roberto Peret Fesztiválon. Ismerlek jól, tudom, hogy még órákat tudnál beszélni erről, de szeretnék egy dolgot még kiemelni, ugye ez nemzetközi, és már említetted Vietnámot is, ugye van a Long, aki, hát szerintem az emberek egy része onnan ismerheti, hogy annak idején ugye két olyan akció is volt, ahol ő színre lépett. Egyik a Kukorica Jancsi szerepe volt, a másik pedig az, hogy a március 15-én ugye ő énekelte a Hazám, Hazámat Bang Bangból, és hát nem akárhogy. Én magam is meglepődtem, hogy milyen elképesztő jól beszél magyarul, és ha nem tudnám, hogy ő egyébként vietnámi, akkor talán el sem hinném. Most ő itt lesz, és énekelni vagy beszélgetni fogsz vele? Beszélgetni is fogok vele, és bemutatjuk az ő életútját, hogy aha, kerül egy vietnámi fiatalember. Azt hiszem 10 éve élik Magyarországra, igen, és hogy lesz ő az Operett Színházban is elismert és ismert művész. Úgy, hogy ráadásul jól emlékszem, a szülei nem akarták, hogy művész igen, legyen. Igen, igen, igen. Nagyon fontos szerintem, hogy egy picit így kibontsunk egy ilyen életutat, és egy ilyen életet, illetve hát ami természetesen, ha ő itt van, és ezzel a hangi adottsággal rendelkezik, és bír, és áldotta meg őt, Jóisten, hát akkor a Nemzetközi Operett Gálának az egyik szereplőjeként is színpadra lép. Szóval azt gondoltam, hogy még sok mindenen végigmegyünk, de én azt hiszem, hogy legegyszerűbb most már azt, ha azt mondjuk a nézőknek, hogy mindenek nézzenek utána,
A program az biztos, hogy tartalmas, érdemes böngészni és válogatni benne, mert szeretnék a műsor vége felé kicsit még rólad beszélni, hiszen nem is olyan túl régen, Gizella napon ugye nagy esemény történt, amihez már szívből gratuláltam, és most is gratulálok, megkaptál a Gizella díjat. Visszanézve arra, hogy mi mindent tettél a színházban, hogy mennyi minden valami, ami tőled származik, azt kell, hogy mondjam, hogy a színháznak óriási érvágás lenne, ha te egyszer azt mondanád, hogy hát meghívott a New York-i színház, menjek velük és elmennél, mert tényleg nagyon-nagyon sok mindent kitaláltál, és azt gondolom, hogy Gizella díj nem véletlen, tényleg szívből gratulálok hozzá. Milyen érzés volt átvenni? Hát nagyon felemelő, megtisztelő, és sokkal nagyobb értéket tulajdonítok neki, mint egy országos másik díjnak. Ugye volt szerencsém, és nagyon hálás vagyok érte, hogy felterjesztettek, és megkaptam az Arany Érdem keresztet. Nem is olyan régen. Nem is olyan régen, igen. Azért a Pesti Vigadóba a köztársasági elnök javaslatára átvenni ott, azért az nem is nagyon... Semmi. De igen. Most, hogy álltam a Gizella díjátadón, és az, hogy saját városomban azoktól az emberektől, akik nekem nagyon fontosak, az a közeg, az a közösség, akikért én tényleg minden nap felkelek, és tehát szívvel, lélekkel dolgozom, mióta az eszemet tudom, azért ez más hangsúlyt kap az ember életében. Nyilván nem a díjakért csináljuk, és nekem sem ez a fontos, viszont... De jól esik, viszont az, hogy igen, jól esik, és egy valamilyen szinten még ad egy nagyon nagy löketet. És tényleg sokat gondolkodtam, illetve nem is gondolkodtam, mert voltak konkrét megkeresések más irányból, ahogy mondtad, ha nem is a New York-i színházból, de más színházakból, akár a fővárost nézzük, akár a szomszédos vármegyéket. De te hűséges maradsz szerintem mert nem, azért, mert született Veszprémiként. Tényleg, mióta a tudatom olyan, hogy vissza tudok emlékezni, míg az volt a fontos, hogy ennek a városnak jó legyen, és hogy én mit tudok hozzátenni. És leginkább nyilván kultúra területén, mert már nagyon hosszú ideje ott dolgozom, lehet ezt még überelni? Hát lehet, minden nap igen. Van, minden nap úgy kell fel, hogy innovatív módon meg tudjuk újítani még jobban a színezet, még jobban a színezet. Ezt a jelzőt, amit most kaptunk most már a nézőktől, és használjuk is, hogy több, mint színház, ezt én fontosnak érzem, ezért nagyon sokat lehet tenni, és mindig van új és új ötlet a fejemben, ami előre visz, és én azt gondolom, egy társulatot vezetőként összefogni, és vigyázni rá, és vigyázni a nézőkre, a veszprémiekre, a városra. Meg a színészekre, mert nem tudom, mondom, bírják-e azt, amit igen, bírják, ezt és fontos, mindent. Hát ugye fontos nekik is az alkotás, tehát mondjuk egy pandémiában, hogy ne álljunk le, hogy, mert egy alkotó embernek az a legrosszabb, amikor elveszik az alkotás lehetőségét. Tehát azt minden... ügyesen megoldottad, szóval azért nagyon sok helyre mentetek, igen, sok helyen ott voltatok, ez egy klassz dolog volt. És ugye ez a befogadóknak is nagyon fontos, mert nem lehet elengedni a nézők kezét sem. Ha megszök egy élő kapcsolat, az nagyon-nagyon sokat rombol, úgyhogy én ezért élek, alok, munkálkodom, amíg az erőm engedi. Kaptam most egy újabb meghívót tőletek, és kicsit meglepődtem, hogy a veszprémi kis mini szobrokkal volt kapcsolatos, hogy Petőfi Színház hívja az embereket, hogy vegyék azt is észre, hogy a kis szobrok most az EB ideje alatt piros-fehér-zöld mellént kiskabátot kapnak, és gondolkodtam, hogy jön már megint ide ehhez a színház? Hát úgy jön a színház. Hát igen, olyannyiban egyébként Török Balázsral karöltve, aki ugye a miniszobrok, akinek köszönhetjük Veszprémben a miniszobrokat, hogy megkeresett már 2 évvel ezelőtt, vagy 3 is talán, most már nem is tudom, mert annyi minden történt, hogy öltöztessük fel ezeket a szobrokat, hogy én mit tudnék kitalálni. Nyilván látta, hogy itt azért tényleg több, valami mint színház. Már. Igen, aha. És... hát így jött egy ilyen ötlet, hogy van nálunk remek jelmeztervező, van remek varrodánk, hogy akkor majd mi segítünk. És most ez az új ruha a szobroknak is, ez ilyen indítatásból jött. És ez ilyen szurkolói ruha. Szurkolói ruha. Mi nagyon szívesen állunk minden olyan ügy mellé, amit mondtam, ami egyébként nekem személyesen is nagyon fontos, de nyilván így ezáltal a munkatársaimnak és mindenkinek, hogy tudjunk adni.
És a színház így is tud. Ezért több, mint színház. Ezért nem lehet azt mondani, hogy színház, hogy és nem lehet megelégedni a színház vezetőinek sehol, hogy majd adunk egy előadást, haza mennek a nézők, azt jól van, bezárunk, másnap kinyitunk. Nem, muszáj mindenben ott lenni, hiszen ez az, sem az épület, sem az a felhatalmazott tudás, meg minden egyéb más eszköz nem a miénk, hanem ez mindenki. Ez a kultúra templom, amit ki kell nyitni, és mindenhova odaállni. Úgyhogy ez is, de amit még nagyon szeretnék elmondani, és hogyha a közeljövőről beszélünk, hogy most a héten, amit én nagyon büszke vagyok, és nagyon szerettem volna egyrészt létrehozni egy bérletet két olyan emberről, aki nagyon meghatározó volt a városban, Bencédi Sándor Bencédi és Bakodi Sándor. József. Uh-huh. Úgyhogy elindul az idén a Bencédi-Bakodi bérletünk, és ez egy délutáni időpontban lesz hétvégi bérlet. Ez kedves gesztus, és hát milyen kár, hogy ők nem látják a mostani fesztivált. Igen, és a másik, hogy most ennek szellemében, ugye ők voltak az a nagy páros, akik akár hetente többször nagyon összevesztek, aztán hetente többször nagyon kibékültek. És ezt még egy padon tették meg. Ők annak, amit én nagyon szeretnék mindenkihez eljuttatni, hogy muszáj beszélnünk, muszáj megbeszélni mindent, beszélgetni egymással, és nem egymásról. Lesz egy pad? Igen. Egy barátságpadot fogunk avatni. Ez jó. Az ő fotójuk lesz rajta, és az, hogy ők ezt hogy tették meg, és szeretném egy mondattal biztatni az embereket, hogy mindent meg lehet beszélni. Úgyhogy a mindent meg lehet beszélni barátságpadon, higgyék el, hogy minden olyan dolog, ami esetleg tüskét, vagy bármit okoz egy ember lelkében, szívében, azt ki lehet, hogy ilyen padon húzni. Úgyhogy ez most már hamarosan itt lesz a Veszprémi Petőfi Színház előtti téren, hogy jöjjenek bátran és beszélgessenek. Itt a beszélgetés legeslegvégén most kijött belőled a Lélektől Lélekig fesztivál anyja, kitalálója, és hát ez a gondolatmenet nagyon szép volt, és azt gondolom, hogy minden Veszprémi ennek örülni fog, hogy Bencédi Sanyira is, Bakodi Jóskára is így emlékezhetünk, hogy kézbe vesz, és mindig eszébe fog jutni, hogy hányszor nevettette meg bennünket a színházba a különleges előadás módjukkal. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Sok sikert kívánok a fesztiválhoz, aztán gondolom jövőre lesz 8., 9., 10., stb. 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 Így legyen, mi igyekszünk, és mindent meg fogunk tenni. Nagyon köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az előző percekben Kellerné Egressy Zsuzskával beszélgettünk az Operett Fesztiválról. Remélem, hogy hasznos információkat szereztek. Ha valamire még kíváncsiak ezzel kapcsolatban, és esetleg most erre nem esett szó, akkor mindenképpen menjenek fel a színház honlapjára, mindenről kapnak tájékoztatást. Én munkatársaim nevében is megköszönöm ma esti figyelmüket. Maradjanak továbbra is velünk. Szép estét, jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!